Sziasztok! Tisztelettel üdvözlök a csatornámon minden érdeklődőt. A mai videó témája átlátszó tárgyak fotózása lesz. Ha érdekel bennetek a téma, tartsatok velem. A átlátszó tárgyak általában fényes és csillogó tárgyak is egyben, tehát felülről, alulról, szemből vagy oldalról való megvilágítás esetén az erős tükröződések miatt a tárgynak bizonyos részei élvezhetetlenné válnak, ezért ezekből az irányokból nem célszerű megvilágítani. Egy másik lehetőség, hogy hátulról világítsuk meg. Na most a hátulról világítjuk meg, azt csak úgy tehetjük, hogy a lámpa az nem lehet benne a képbe, tehát vagy oldalra, felülre, vagy jelen esetben ide alulra az asztal alá helyeztem el, hogy a maga a lámpa az semmi esetre se legyen látható. Na most ennek a hátsó megvilágításnak két formája lehetséges. Az egyik az, hogy a téma mögé helyezünk egy áttetsző hátteret, és ezt a hátteret hátulról előre irányított fényjel megvillantjuk vagy megvilágítjuk, és úgy próbáljuk lefotózni az átlátszó tárgyat. Egy másik lehetőség, ami most van beállítva, hogy a lámpa az ellentétes irányba, tehát a tárgytól elfele, hátrafele világít, és úgy világítja meg a hátteret. A két megoldás nagyon hasonló, de valójában nagyon is eltérő eredményt ad. Hát elkészítem a képeket, és meg fogjuk látni, hogy miért. Akkor itt vagyunk a gimpben, megnyitjuk a képeket. Ugye RAW file-ba fotóztam, és azért a GIMP RAW Therapy beépülő moduljával nyitja meg a képet. Hát ugye ez volt az a háttér, amit hátulról előre fordított lámpával fényképeztem. Hát messziről leordít róla, hogy mi is itt a probléma. Ugyanis a hátulról előre világított lámpa fényénél a háttér összes struktúrája rávetül a témánkra. Látszanak a gyűrődések, de látszanak az anyagnak a belső szerkezete is, a vékonyabb vagy átlátszóbb részei apró pontonként világítanak a képen. Hát hogyha ezt felnagyítjuk, hát ez egy borzasztó látványt kapunk. Úgyhogy én ezt a módszert sem zárnám ki, mint alkalmazási lehetőséget, de akkor nagyon meg kell választanunk azt, hogy mit teszünk a háttérbe. Tehát olyan háttér, aminek belső szerkezete, struktúrája, hátsó megvilágítás esetén látszik, mint a papír,
vagy a különböző szövetek alkalmatlanok erre. Hát valószínűleg, ha ez egy áttetsző üveg, vagy egy teljesen homogén szerkezetű áttetsző műanyag lett volna, hogy akkor azért más eredményt kapunk. Hát ezzel nem is foglalkoznék én tovább, hanem nézzük akkor a következő képet. Ugye ez is RAW file, és akkor a belépülő modul megnyitotta. Hát ugye ég és föld, pedig ez a háttér, ez ugye a méteráruházba vásárolt fehér szövetanyag, durvább szerkezetű, mint az előző volt, az gyakorlatilag a tárcsátramnak a hátulja volt, de mivel a fényt előről kapja, tehát magára a háttérre irányul a fény, ezért azok a struktúrák, amik az előbb láthatóak voltak, az a háttérnek most a másik oldalára kerültek át, és ezen az oldalon ilyesmi ezért nem látható. Hát ebben a videóban én csak ennyit szerettem volna nektek bemutatni. Köszönöm a türelmet, szép fényeket, sziasztok!